Nem volt annyira erős színpadi jelenléte, de ettől függetlenül benne volt a művészettel való találkozás. És nagyon sok esetben már ekkor fogalmazza a gondolatait. Petőfi ugye végigírja az életét. Talán ismeritek az úti rajzait, az úti naplóit. Rengeteget gyalogolt Petőfi. Ebben az én gondolatomban nem is csak a gyaloglás maga számít. Nem is tudom, hogy a ti életetekben mennyire van az, hogy mondjuk nem az, hogy egy kilométert, hanem 30-at. Nyilván nincs benne, egyikünk képe sincsen benne. Azok a távok, amiket Petőfi megkészít. Nem csak arról van szó, hogy valaki ennek a talán gyengébb testalkatának az ellenére bírta. Őt a hite és a szeretete és az a belső titok, vagy az a belső erő fűtötte, amit szinte nehéz is elmagyarázni. Azt gondolom, nagyon szerencsés műfajunk van, mert az oktatás mellett, úgymond a kötelező mellett a miénk az öröm, a miénk a kicsi kitekintés, ezek a rendhagyó órák valamiképpen talán így mellérendelő viszonyban vannak az iskolai oktatás mellett, de azt hiszem, hogy talán egy kis levegőt ad minden diáknak, meg akár a résztvevő tanároknak, meg mindannyiunknak, mert egy olyan hálózatot igyekszünk bemutatni egy rendhagyó irodalom órán, hogy azok a szerzők, akik akár 100 vagy 200 év különbséggel éltek, hogy kapcsolódnak össze. Azért, mert hasonló fogalmakat mondanak, azért, mert hasonlóképpen viszonyulnak a szeretethez, az otthonhoz, a családhoz. Hogy lehet fedni egy szálat József Attila és például a mai órán Pilinszky és Petőfi között, vagy akár Juhász Ferenc, I.S. Gyula, Nagy László és Petőfi között. Mi az a közös titok, ami mindenkiben benne van, és akinek a verseit élményszerűen érdemes felfedezni. Talán kevesebb olyan diák van, aki élményszerűen olvas Petőfit, mert talán Ady Endrénél, Radnóti Miklósnál, József Attilánál nyílik ki a szívünk afelé, hogy mi ez a költészet. Pedig a forrás, a levegő, az Petőfi Sándor. Nagyon sokan belőle táplálkoznak, úgyhogy abba bízunk, mert hallatszik a háttérben a próba, hogy egy zenével átitatott, fiatal zenekarral bemutatott zenével átitatott irodalom órán ezt az élményszerűséget, ezt a levegőt tudjuk megadni a diákoknak. Folyamatosan ért. Folyamatosan ért. Tehát annyira benne volt ez a hív, ezt a rengeteg verset tényleg alig pár év alatt írta meg, közben útirajzokat is írt, közben nagyon sokat olvasott, benne élt ebben a szövegvilágban, amikor valakit, mindig fel szoktam tenni azt a kérdést, hogy lehet egy életművet nem a vége felől nézni. Tudjuk-e József Attilát nem a tragikus vége felől nézni? Másképpen olvasnánk-e, hogyha nem tudnánk, hogy hogy halt meg? Tudjuk-e Petőfit nem a végéről nézni, hogy ez egy 26 éves srác, és milyen rövid idő alatt írja meg, micsoda teljesítmény, amit ő csinált? Engem egyébként lenyűgöz a teljesítmény. Nem azt mondom, hogy tizenpár évesen már teljesítményorientált voltam, de ezt nagyon nehéz utána csinálni. És nagyon-nagyon nagy sűrűséggel vannak zseniális versek közben. Tehát ez egy nagyon különleges srác volt, aki akkor is írt, amikor gyalogolt, akkor is írt, amikor hazament. Például 20 évesen, másfél éve nem látta az édesanyját, és hazamegy, akkor írja meg a Füstbe ment terve. Egész úton hazafelé azon gondolkodás, miként fogom szólítani, még nem látott anyám. Még nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves szépet neki, midőn meg bölcsöm ringatá. Hiszek, hogy mindenre reagálni kell, az internet, vagy azok a kis tárgyak, kütyük, ez mindannyiunk élete része, hogy magának, úgy nekem is itt van a zsebemben a mobilom, de nem mindegy, hogy mit nézek ezen a mobilon. Hogyha elérjük a fiatalokat, vagy azt a YZ generációt, aki már úgy születik, hogy a kezében van ez a telefon, és ezeken az eszközökön is verseket, idézeteket kap, vagy olyan videókat, ami írókról, költőkről szól, vagy egyetlen a szavak erejét valaki megtalálja, hogy ne emojikkal, meg jelekkel kommunikáljunk, hanem legyünk már túl ezen, és tanuljunk meg fogalmazni, tanuljunk meg egymás szívéhez szólni, akár egy verset.
akkor jó úton járunk, úgyhogy mi akár az óráinkat, akár a programjainkat ezt szeretnénk elérni, mert hogy szükség van a szavakra, ezt mindenki tudja. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a Pilvaker nem véletlenül töltött meg 12 000 emberrel éveken keresztül egy nagy arénát, azért, mert egyszerűen, ha dallal, mai fiatalokkal, művészekkel vegyítjük az irodalmat, akkor ennek nagyon nagy ereje van, és van rá közönség. Nem igaz, hogy nem olvasnak a fiatalok, csak valahogy talán meg kell találni azt a módot, ahogy egy verset elviszünk egy fiatal generációhoz, és ugye maga mondja Petőfi, hogy legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, ő is dalt mond, nem véletlenül, erről lesz ma szó majd az órán, úgyhogy nem is csak vigasztalás, de vigaszt és támasz is egy-egy vers, úgyhogy ezekkel a szívünkben, ezzel a kapcsolódással a szívünkben vágunk neki a munkánknak minden alkalommal, minden évben, és nagyon bízom benne, hogy ennek tényleg van hatása, és nem véletlen, hogy itt Dombováron most 400 diák lesz. Tehát azt gondolom, hogy nem csak kényszerből lesznek itt a diákok, hanem talán egy picit más szívvel fogják elhagyni a termet, és szeretni fogják még inkább Petőfi Sándort. Változó korban élt Petőfi, nagyon sok forradalom vette körül már fiatalon is, ezeknek a forradalmaknak a hatása nagyon erősen érezhető volt már az ő életében, és ő nagyon művelt fiú volt, fordított, nagyon sokat tanult, nagyon sokat olvasott, többek között például a francia forradalom történetét, de nem akarok ennyire előreugrani, mert azért kezdtem el a vándorlást is mondani, mert nagyon sok felé vitte el Petőfit a lába, sokszor szinte a mai szavainkkal éve hajléktalan volt, annyira nem volt semmije, de mégis felgyalogolt Budapestre például Vörösmartihoz, megmerte már mutatni a verseit, egyébként onnan indult el a karrierje. Egy ilyen, 20 éves korában egyfajta beérkezés után tér majd haza a szüleihez. Sors, nyisd nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamvadjon ki haszon nélkül a nemes láng, amely úgy hevít. Amely úgy hevít.